emlékeztem ez a naphoz is, amikor megint csak búcsúznom kell egy olyan helytől, egy olyan országtól, olyan emberektől, olyan közösségtől, amit nagyon megkedveltem az utóbbi pár hónapban. Tehát ebben a három hónapban, és most megint csak útra kell kelni. És egy kicsit szomorú is vagyok emiatt, hogy el kell hagynom Malajziát, főleg legfőképpen itt Borneót, mert nagyon megszerettem. És éppen ezért is nagyon szomorú vagyok emiatt. De tudom, hogy mindenféleképpen vissza kell, hogy jöjjek, mert fantasztikus ország. És a rengeteg sztereotípia miatt, amit néha így az emberek gondolnak Malajziáról, hogy veszélyes, meg hogy úgy generál egy Ázsiára. Sokan mondják azt, hogy milyen vigyázzik el, meg stb. Hál' Istennek lekopogom, de eddig soha nem volt semmiféle problémánk is, se Tájföldön, se Indonéziában, se Malajziában, sehol. Szóval nagyon szerencsések voltunk ez alatt a... Ha van esetleg 7 hónap, vagy nem is tudom mennyi idő ez. És most majd esik az eső, szóval... És esős időszak van itt most Malajziában, szóval minden nap esik az eső. De egyébként nagyon szeretem ezt a helyet, mert itt vagyunk a dzsungelhez közel, és el lehet látni konkrétan a dzsungelre, ami most pont szakadó esőben nem éppen a legszebb. De most itt kell hagynom ezt a helyet, ahol 3 hónapot majdnem itt eltöltöttem. Szóval azért szomorú vagyok. De nem annál szép emlékeket viszek haza. Úgyhogy így van, igazából arról is akartam mesélni, mert hogy sokakat, ugye meg is kérdeztem, mert volt egy ilyen dilemmám, hogy most az évvidámom oldala mi is legyen, tehát hogy pontosan mivel is foglalkozzak, vagy mire specializálódjak, hiszen azért, hogyha az ember elkezd egy blogot írni, akkor, és hogyha nem csak hobbiból csinálja, hanem azért valamit szeretnék ezzel elérni, akkor valamilyen szinten erre mindenképpen specializálódni kell valahová. És úgy gondoltam, hogy két részre fogom osztani majd dolgokat, tehát lesz egy olyan része, amikor fogok így történeteket mesélni, tehát hogy, amik így útközben történnek velem, azokat fogom, nyilván azok is fontosak, hogy miket tanulok, tehát az elsősorban úgy próbálom, nyilván ezt nem tudom így kiszámítani, de hogy az első rész az mindenképpen egy ilyen lélekutazás lenne, tehát ez is lesz a címe, hogy lélekutazás, és akkor ezen keresztül fogok bemutatni olyan érzéseket, olyan gondolatokat, amiket mondjuk útközben tanultam. Tehát, hogy mire tanított meg engem az utazás, mit csináltam ez alatt az idő alatt, hogyan változtam meg, és stb. Tehát ilyen dolgokat. A másik részben pedig inkább ilyen spórolási tippeket fogok megosztani, kicsit ilyen gyakorlatiasabban, tehát például a kivándorlással kapcsolatban, spórolással, hogyan tudsz investálni, tehát ugye befektetni, hogyan tudod pénzedet például spórolni, vagy hogyan tudsz ugye spórolni, akkor hogyan, ugye ha valaki például szeretne több időre elhagyni az országot, vagy esetleg kivándorolni, akkor hova tud kivándorolni, milyen lehetőségei vannak, ugye ebben most például nagyon aktívan benne vagyok, éppen ezért tudok erről most úgy beszélni, mert ebben a folyamatban per pillanat most vagyok, és a párommal együtt is szintén ezzel foglalkozunk, és egy csomó minden van, amit tanultam az út során, rengeteg mindent, és még most is ugye tanulok, és ezért is jó ez az utazás, tehát mindenféleképpen leszek ilyen, tehát a digitális nomádsággal is kapcsolatban, lesznek videók, hogy én mondjuk, hogy szerezek pénzt, tehát hogy hogyan keresem meg a utazásra valót, hiszen azért nyilván én ingyen utazok, tehát nekem nincsenek nyilván szponzoraim, meg semmim se. De hogy hogyan lehet például elérni, mondjuk egy felépíteni, egy online business, hogy kell elkezdeni, stb. Tehát ilyenek. Szóval mindenképpen lesz két rész, ami a másik rész, ami majd fogok adni egy nevet, azt mondjam, hogy mi lesz neki, de mindenképpen lesznek ilyen sorozatszerűségek. És úgy fogom majd csinálni, hogy mindig minden nap nyilván nem fogok írni, meg minden nap nem fogok videókat készíteni, hanem most per pillanat 3 nyelven nyomom ezt az egész blogolás, ugye magyarul, német, illetve angolul, tehát ez egy kicsit sok, de mindenféleképpen az angol, illetve a német az, amire most azért kell jobban koncentrálnom, mert ezáltal sokkal több embert elérek, és mert hát most olyan munkám van, amihez ez nagyon fontos, és ezzel keresem a pénzt, tehát éppen ezért nyilván 80%-ban azzal fog foglalkozni, és ebben a 20%-ban inkább ezzel a magyar oldal, amit ezt nyilván fel nem fejlesztem. Nyilván el sok idő kell, ez egyáltalán nem egy napról a másikra.
tudom nagyon jól, hatalmas munka, rohadt kemény, és de mindenféleképpen kitartó vagyok, és mindenféleképpen nyilván folytatom, csak kicsit nyilván nem minden nap lesz, hanem most sem volt nyilván minden nap, mert nem is tudtam mindig, de mondjuk egy héten egy videó, vagy egy cikk, vagy valami hasonló tudok elképzelni, amit mindenképpen fogok csinálni, tehát ezt tartom majd magam. És igen, tehát ugye ezt akartam elmondani. És igen, tehát a történetekkel kapcsolatban egyébként még el szeretném mondani azt, hogy ugye megköszönném így az itteni embereknek ugye segítségét, hogy meg a szüleimnek is, meg úgy mindenkinek, aki támogat otthonról, messziről, mert tényleg tök jól esik, meg mostanában így sokan írnak, meg minél többen szoktak így megkérni, meg írnak, meg bátorkodnak, megkérdezi dolgokat, szóval ez tök jó. És mindenféleképpen megpróbálok mindig válaszolni mindenkinek. Ez tök jól esik, meg minden, szóval köszi szépen. Hogy ez lesz majd a következőben. A elkövetkezendő dolgok, elkövetkezendő hetekben. De most ma fogok, illetve hát ugye, mert nem tudom, mikor lesz felrakva ez a videó, de hogy most megyünk a Fülöp-szigetekre, repülünk hajnalban, tehát éjjel igazából, szóval egy új ország. Aztán igazából nem lesz, hogy csak 10 napot, aztán megyünk egy kicsit Kuvaitba egy napra, aztán Törökország, Grúzia, és úgy pedig Magyarország. És Magyarországon leszek, nem tudom meddig, de mindenképpen folytatom az utazást, tehát nem lesz olyan, hogy pihenni fogok, meg eddig sem pihentem, mert eddig is dolgoztam nyilván. De tényleg nagyon sok minden történt, úgyhogy örülök azért, hogy haza is mehetek. Lassacskán most már hazafele vezet az utam, úgyhogy nyilván nem is pofázok többet. Szóval köszönöm szépen nektek, és viszont a következő videóban. Puszi!